Szar a hang, vagy nem szar a hang? Most jó, ugye? Hát tudod, miért jó? Mert kurva okos vagyok, de így a hátam mögött a mérhetetlen sötétség van, érted? A legdurvább sötétség. A halál van a hátam mögött. Jó, mindegy, játszunk gyerekek, meg game, kell a game, bazd meg, nem bírom játék nélkül, add már ide, bazd meg, valamit játszunk, itt kőgolyót, adj egy kőgolyót, hagyd dobjam el, bazd meg, csak játék legyen. És most figyelj, megy a csapatás. Itt az volt ugye a két buzi összeveszett egymással, úgyhogy most szétbassza az örege buzi a fiatal buzinak a fejét. Mert aztán beszólt neki ugye a csaj miatt, most figyelj, most én vagyok az öreg buzi. Várjál, na! Várjál, hogy ne veri helyén öreg, azaz, most figyel, leszedjük az arcát, szétmezom a fejedet! Az összes dühömet rajtad törtöm ki, te! Hogy a faszomban lehet ilyen jackit venni? Úgy van, álljál meg, mert szétruglak! Ler anyádnak rúgdossad a tökét, gyere vissza! Gyere ide, így, és most majd meg! Most leszel meg, tarkós, úgy belebasszom a szájába! Ez az, köcsög! Ez a nagyon jó, várjál! Úgy, néne, most várja, még jobban lássak, egy kicsit ráhangolódok ide is. Hát megvolt a szájba, baszár! Az az én védjegyem, érted? A fogkiverés. Na most ugassál! Kentlaki az azt jelenti, hogy elszív egy cigit. Na itt visszatértünk ugye a helyszínre, ahol a nagy dolgok történnek. Tehát alapvetően itt különböző monitorokon figyelik a kurvák, hogy mi a helyzet, merre például ő is itt most valamit észrevett. Ugyanúgy nézünk ki. Ezt gondoltad volna? Hopp! Riasztás! Most mindenki meg lesz baszva! Figyeljetek! Ez a két gyökér borzasztó. Szoptad a bombát, öcsém! Na, félszeműek, bazd meg, mind a kettő ugyanaz, nézek! Széthegeszti! Most basszatjátok! Rámoljátok oda a ládákat, hülye faszok! Szerintetek az acélajtót széthegeszti, a láda segít? Hát bassz meg! Jézusom! Ennyi eszem még nekem is van! Jó, hogy nem a faszoddal torlaszolod el, te szerencsétlen! A gyerekem szemüvege nézne ki így, ha lenne gyerekem. Jaj. Nekem is ilyen van. Igen, megkarcoltak az arcomat. Megkarcoltak az arcomat. Hello, én vagyok Kalap. Fasz Kalap. Oké, akkor mutasd meg, hogy mit tudsz. Én régen buzi voltam, mint láttattad. Most pedig elképesztő kemény vagyok. Vigyázzál magadra, jön az... Ennek is kibaszom a fogát, az biztos. Gyere ide! Most figyelj! Nézd meg! Rátapalok az arcodra, hogy benyeled a nyelvedet, te! Gyere, úgy, has gyomor! Fej vagy gyomor, gyere ide! Gyere ide, ne menekülj, kalapgeci! Hoppá, kalapúr, mi van veled, bazd meg! Most megfogom, oda, törjük el a kezét, törd el a lábát, basszad a falhoz! Kész! Még egyet a fejébe, az mehet! Ennyike? You chose poorly. Azt mondta, hogy te rohadt pornép. Egyszer csak elfáradtam. I'll get her. Elhiszem. Can we find out where they've gone? Keresetek egy helyet, ahol megdughatom. Lehet, hogy nem tökéletes az angolom. Menő vagy, öcsém! Robotbaszó traktor! Ez igen! Hát, hogy akar? Tagnak, te hülye pöcs! Na jó, lehet még keményebb is valaki. Ezt most alá kell írjam, jó? Ezután mi jön, bazd meg, a halálcsillag, vagy mi a faszom lesz még itt fegyverként főhasználva? Verekedjetek, buzik, ne fegyverekkel lövöldözzetek, bazd meg! Úgy alá pörköd! Na, annyi a lánc tapadnak! Rotációs kapának még jó lesz! A retik hülyét ott hagyta, bazd meg! Ott hagytad a táskádat, pöcsfej! Hé! Hey! Na most már basszatod!
Na! De miért kell ilyen kurva keményen leszállni mindenhol? Törnéd ki egyszer a bokádat! Tudod mekkora ugrás? Mi a fasznak keménykedik mindenki, bazd meg! Mert ugye én kemény vagyok, alapból az egy dolog, de ezek a köcsögök, hát bazd meg úgy ugrik le, érted? Na, valaki rakja már meg, mert megőrülök. Hát itt fogjuk 1000 éve, nem kell senkinek, vagy mi van? Ezt el kell döntsük, hogy ki kell félni meg először. Én robot vagyok, bármennyit tudok kell félni. Én meg ember vagyok, igazi fasszal. Én vagyok a legkeményem, de be is bizonyítom. Beszúrsz egy jobbost. Anyád, jaj a láb, jaj a fej, ó, elég lesz, hagyjad abba, bazd meg. Puff, folyik az olaj a szádból, köcsök, gyere! Fekete vérű, na gyere ide, puff! Nekem ne hajoljál el! Úgy! Te rohadék! Ezt én akartam csinálni? Hát kibaszta a fogamat! Szerinted nem lesz büntetés? Mi? Azt hiszed megúszod, mi? Gyere ide, puff! Annyi vagy! Mondtam! Megbaszhatod a kurva anyádat, vagy valami ilyesmit mondod. Ki a következő? Én vagyok a következő Hollywood. Azt a kurva! A francban ennek nincs is fasza. Nincsen faszom. Hogy ne fájjon, ha megütik. Fekvőre nem fejelsz rá, úgy lehet fekvő emberre ráfejelni, baszki. Gyere, ad anyád, törik a kéz, belevág! Így, kimész a kurva anyádba az épületből. Erről van szó, ez a kidobó stílú, gyerekek. Hopp, huppa! Na mi van, még egyet kapsz, köcsök, és véged van. Hol a fogad? Add ide a fogadat! Add ide a fogadat, baszod! Nézd, hogy késel! Puff, ott van! A védjegyem. Megbaszom a családodat. Van egy ilyen vibrátorom. Ha bekapcsolom, megbassza a robotot az áram. Ilyen, mit fogdostok itt össze mindenkit, bazd meg? Most hova, ki, hova megy, miért megy, mi van? Na! Megy a vizer! Ezek miért maradtak itt? Hát én ezeket vittem volna először, bazd meg. Hova? Nem futva fogod utolérni a repülőt, bazd meg, mert az azért bebaszna. De, bazd meg utána fut. Hopp, na mi van? Na ne simán! Na ennek is sok esze van a szőkének, bazd meg. Gondolja, hogy a kis pisztolyával leszedi a repülőt. Hát bazd meg! Mi? Valakinek van kedve félni? A robotnak van, csak nem tud megszólalni, úgy lát. Nekem lenne kedvem félni. Na itt ez már egy másik helyszín, itt nyugalomban csend, ez ilyen izé... Itt el lehet lazulni. Ide hozta őket. Na! Kösz Raiden, hogy itt vagyunk. Miért vagyunk itt? Azért járom a világot, mert a kalapomra kell toll, és még mindig nem találtam meg. Ha valaki segít tollat teresni a kalapomra, azt megjutalmazom. Én benne vagyok ebben. Tényleg? Csak neked nincs toll a kalapodom meg itt a haveromnak mellettem. Látom, hogy neki sincs, de először nekem kell rá toll. Ameddig azt nem találjuk meg, senkinek nem lesz toll a kurva kalapján. Nekem nem is kell kalap. Befogod a pofádat! Ez nem erről szól, hogy kinek kell, meg kinek nem. A lényeg, hogy az én kalapomon legyen toll. És hogyha ezt nem tudjuk megcsinálni, akkor nem leszünk szabadok soha. Azért jöttünk, hogy tollat találjunk a főnök kalapjára. Nekem van egy ötletem, hogyan találhattok tollat. Mi például bármikor meg tudunk csinálni bármit, helyes. A győzelemért cserébe viszont komoly szopások várnak rátok. Nézzétek én, hogy nézek ki. Na itt a pókember, bazd meg, nézd meg. Mindenkinek ilyen kurva sok keze van, bazd meg. Hó, ott a tollas kalapos. Na.
Most az a nőnek a hangja, vagy a két csávója, ezt ugye sose tudjuk. Tudod, mi a könnyű? Vért inni egy disznóból. Igen, igen, azt én is szeretem. De a legkeményebb, a két disznóból szívott ki a vért. Merre menjünk? Amerre a szívünk vezet. Mi az a fasság? Ne szólj bele abba, amit mondok. Én most nagyon kemény szereplő vagyok ebben a részben. Azt kell tudnod, hogy én az összes katonával lefeküdtem. Megtaníthatom neked, hogy hogyan kell lefeküdni az összes katonával. Most kinyomom a szem. Hé, nem úgy megy az. Velem nem feküdtél le. Igen, nem mindenkivel. Veled pont nem. Oda néz! Kapja el az egyik kurva a másikat! Gyerünk! Leszbisó! Indulás! Gyerünk már! Na! Vedd közt, bazd meg! Sok a ruha! Én szopom le Shokant! Csak le kell vegyem a maszkot! Amíg a maszkom rajtam van! Rajtam is van maszk! Én is azért nem tudom leszopni! Akkor vegyük le egymásról! Gyönyörű! Kibasztam a fogát! És most még valami forgószeret is csináltam, azt nem tudom, hogy hogyan. Jaj, mindig ugyanaz, unalmas vagy, vörös ringyó, takarodj innen! Na, ezt nevezik kemény szopásnak, gyerekek! Ezt beszoptuk. Nem tudom, láttátok-e, de most figyelj! Megint levert. Ez az, na, most mi van? Hoppá, hol a beled? Késed már meg a torkán! Jó kis két, dödd bele a torkába, na, most! Jó, ez se rossz, így se rossz. Győztünk! Nem sikerült leszedjük a maxkot. Megdugtam. Jó volt. Jade, jól vagy? Nem gondoltam volna, hogy a kalapos meg fog dugni. Én se gondoltam volna. De végül is jól éreztem magam közben. És ha akarom, megcsinálom még egyszer. Igen! Én is megraknám! Ez vagyok én, oda nézzetek, gecik! Ez én vagyok! Állj meg, kérlek, ne dugd meg. Nem dughatja meg bárki. Én pedig meg akarom dugni, sőt a haverjaim is. Azért jöttünk, hogy megdugjuk. Ó, de nem én irányítom, basszus, mindegy. Akkor megkéseljük saját magunkat, ügyesen. Dögd a szorkába, úgy van, kész, ennyi. Hát bazd meg, hagyom magam direkt, érted? Na, ez az, puf, szétvágod, leborotválod. Na nézd már, tüskét is lövök, mint a sündisztó, bazd meg. Kopasz vagyok, de van tüské. Milyen ez már, bazd meg? Fura ez a világ, gyerekek. Egy kis kés, egy pofon, egy kis kés, szevasz. Azaz. Azaz, szétrugom az arcodat, te. Nem dugsz meg senkit, Barakka. Shokan, Afrikában van, és elmondta, hogy te egy olyan harcos vagy, aki valóban jó erre, arra. Nem mondj nekem semmi olyat, ami nem igaz. Nem is tudnék mondani szinte semmit. Olyan a fogaim vannak, bazd meg, hogy nem tudom becsukni a pofámat. Ez igaz. De itt a lehetőség, hogy bizonyíts. Ki az, aki leszopja Barakkát? Vagy Korokánsz, vagy a többieket? Nem szophat le senki csak úgy, csak ha én akarom. És én magamat szeretném legjobban leszopni, csak nem tudom. Fogd már be a pofádat, próbálok egy csapatot összehozni. Ne az én testemet áruljad, megértetted? Jó, akkor hogyan csinálunk egy csapatot? Itt vagyunk megint, ahonnan már egyszer jöttünk. Elfogtam a tollas kalapost, itt van ez a csatabár. Ami inkább harci kalapács. Ez azért van, hogy szájba basszam őt. Szájba basszam őt! Igen, igen, basszod szájba, basszod szájba, igen, gyerünk, basszod szájba, gyerünk, küzd meg! Hey!
Jaj, már megint mi van? Jön a fúró pajzs, vigyázzatok! Ó, itt jön az új csapat! A késes kurva! Jövök én, a kis csaj, és a kalap nélküliek, meg az egy kalapot. Itt már mindenki mindenkivel, nem tudom követni, ki kivel van, bazd meg. Ennyi maskarát tényleg, mint a farsangon az óvodában, bazd meg. Mindenki be van öltözve. Mi az a hülye bohóc csapat? Hogy néztek ki, faszfejek? Nézzetek már magatokra! Te pofázol! Néztél már tükörbe, te szerencsétlen! Hogy lehet ilyen sapkában élni? Én szétszedem az arcodat valamelyik kezemmel, ha-ha! Próbálj meg hozzám nyúlni! Te nyúljál hozzám, ha mersz! Vagy a fejedet belerakom a seggembe valamelyik kezemmel, ha-ha-ha! Jól van, akkor itt egy kés. Hoppa! Elsőre kibasztam a fogát, ez igen! Jól van! Ez a pókeci, ez lófasz a többiekhez képest. Gyere ide, hopp egy kés! Vigye ide, nézd, mutatom még egyszer. Megfogod, hátba baszod, ennyi. Nyakba kés, hasba kés, kis kés, a kis kés, itt éld meg, szétcsúszkodom. Kis apró szúrásokkal végzek a rohadékkal, érted? Nem igaz, hogy nem lehet leverni, de az. Úgy folyik a bele, ha vágják neki. Úgy bizony. Döfkied még a kis torkám. Áj, baszd meg a lámpásodat tényleg. Hogy? Ott van! Hát torokdöféssel a murdát ki! Hát gyerekek! Óriási bunyó van, ezt tetszik a népnek, mi? Odébb! Anyádnak szórja homokot a szemébe, te! Ój, szeretlek, azért megölel, te szereti, bazd meg! Esik le a pornép a faszomba! Még egyszer, én szeretlek jobban! Nem, én szeretlek jobban! Ó, kurva anyádat, azt mondtam, én szeretlek jobban, te szar! Most pedig felemellek, kidoblak a gecibe! Kalap ide, kalap oda! Már megint nem tudja szájba baszni rendesen, hát nem hiszem el! Kezdelegem lenni a kék rinyóból, tényleg! Most pedig szétcsapom a fejedet! Nem fog szétcsapni, mert én nagyon jó vagyok! Majd azt meglátjuk! Egyszer! Megfoghatnám a csöcsödet, te is megtanulnád, hogy milyen az élet! De most nem azt fogom, hanem a kalapáccsal foglak szarrá ütni! De ugye mivel megint én vezetem a kék kis csajt, ezért szépen megtöfködöm a kurva anyjába! Akárki jöhet ellenem, gyerekek! Meg ott mi van, nem bírod a kést? Nem kell én nagyokat oda baszni, kicsi késszúrál, tényleg csak meg, ennyi bazd meg! Jössz a nagy szarkalapácsod, amire megemeled, kín van a beled. Hopp, ez rímez. Mire megemeled, kín van a beled. Ezt írjátok föl, ez az én mondásom. Na gyerünk! Nesze! Elmegy a késtől az esze. Úgy van, szépen. Úgy, ez az! Gyönyörű! Elkaptam a grabancát. Nem tudsz te semmit. Szép arcú gyerek pedig. Volt. Na mi van, buzik? Meglepődtetek, mi? Shaukan egy kripli. Nem kripli. Lefeküdtem vele. Te lefeküdtél vele? Erről nem volt szó. Tudom, hogy nem volt szó. De te már egy kalapszar vagy. Baraka. Baraka, Shiva! Nem tudtam, hogy egy kalapszar leszek egyszer. Régen én is tudtam állni, mint ti. Most úgy picsán rúgtak, hogy nem tudok fölállni. Igen, mert te kis buzi vagy ilyen kalapba. Senki nem tud sokáig kiállni kemény harcosok ellen. Te egy patkány vagy. Kitana Khan. Patkán! Putkán, patkán, hát ez lehet, hogy rosszul fordítottam, de patkán lett. Az azt jelenti, hogy ő a vezér. Figyeljen mindenki! Először azt hittem, hogy lepatkányoztak, de a patkán az egy fontos dolog. Én vagyok a patkán! Éljen! Patkán lett, basszuk át a patkán! Hallottátok? Elkapták a tollaskalapost. És amikor elkapták a tollaskalapost, akkor rájöttem, hogy van esély megszerezni a fejéről a tollakat.
Oké, Raiden, mondj bármit, én megcsinálok. Én akár le is szoplak. Oké, jó van, gyerekek. Mester, engem válasz. És Sub-Zero-t is választhatod. Mind a ketten bármit megteszünk, érted? Annyira bírunk, bazd meg. Geci jó vagy, egyszerűen geci jó, érted? Nagyon tetszik a munkásságod. Meg az, hogy villámmal szét tud baszni mindenkit. Igen. Tényleg, mindenre képes vagy, és ez kurva jó. Igen, csak nincs toll a kalapomon. De megszerezzük neked. De miért szerzünk ennek a fasznak tollakat? Azért, mert szükségem van rá, hányszor mondjam el. Erről neked nem kell tudnod, hogy miért. Csak kell. Ennyi az egész. Ezt kéne megértsed. De nem tudjuk felfogni, hogy... Nehogy még valamit megkérdezzél. De én akkor is kíváncsi vagyok rá. Ide figyelj, majd ha együtt iszogatunk valahol, akkor talán beszélhetünk erről. De most teljesítsd a parancsot. Jó van, megcsináljuk, te hülye fasz. Remélem, elég egyértelmű voltam, és ha jól végzed a dolgodat, téged meg is foglak baszni. Azt már nagyon várom. Én is várom, de előbb várom a tollakat. Az a te feladatod. Csak arra koncentrálj, akkor a többit is majd megkaphatod. Megértetted, asszony? Hú, és ez itt már a következő fejezet lesz. Bizony ez a 8-as, az pedig... Nem nézzük meg, gyerekek! Mert a 8. fejezet, az a következő fejezet.